A mai alkalommal a cím az lenne a pápák a gazdaságról. Valójában a pápák ma is időszerű megállapításait szeretném összefoglalni az ember és a gazdaság kapcsolatáról. Száraz gazdasági fejtegetés helyett most a pápáknak a gazdaságban az ember szereplésével és sorsával kapcsolatos, az emberről szóló megállapításait szeretném összefoglalni. Az idézetek Tomka Miklós, Golyák János által szerkesztett az Egyház társadalmi tanítása hivatalos kötetből valók. Több kiadásban elérhető. 13. Leó pápa az 1800-as évek második felében indította el a szociális enciklikák sorát a Rerum Novarummal 1891-ben. A munkásság nehéz helyzetére reflektált a pápa, és arra, hogy a kereszténységnek, a katolicizmusnak választ kell keresnie, és választ kell tudni adnia a koruk kérdéseire, immár a munkás kérdés akkor nagyon kiéleződött, és erre kívánt a pápa őszinte és megfontolandó válaszokat adni. A Rerum Novarumban úgy fogalmaz, lassanként odáig jutottunk, hogy korunk a munkásokat magára hagyta, és védtelenül kiszolgáltatta a munkaadók embertelenségének és korlátlan nyereségvágyának. Növelte a gondot a telhetetlen uzsora, amelyet az egyház ugyan sokszor elítélt, de fösvény és nyereségvágyó emberek már más formában változatlanul űznek tovább. Ehhez járult még, írja a pápa a Rerum Novarum második pontjában, hogy a termelés és a szinte a teljes kereskedelem egy kisebbségnek jutott a hatalmába, úgy, hogy néhány dúsgazdag ember a szegények hatalmas tömegeire rakhatta a szolgaság jármát. Látjuk, hogy nagyon kemény szavakkal fogalmazza meg a pápa a dolg lényegét. Ha más formában is a munkások helyzete és a sors alakulása, a nagyszámú munkavállalónak a helyzete, az automatizáció és a globalizáció súlyos nyomása közepette ma is aktuális. A méltányos munkabér világos indokát is megfogalmazza a pápa 8. pontban. Ahogyan az okozat követi a létrehozó okot, úgy a munkahozama is éppen azt kell megillesse, aki a munkát végezte. És a tőke és a munka viszonyáról megállapítja, hogy sem a tőke munkanélkül, sem a munka tőke nélkül nem lehet meg. 15. pont. A szociális kérdések megoldásának a konkrétumáról is szól a pápa. Ne feledjük el, hogy a 19. század legvégén az emberek még eléggé kiszolgáltatottak voltak, mert a szociális ellátórendszerek még csak akkor voltak kezdetlegesen kiépülőben. 13. Leó pápa azt írja, a 27. pontban a méltányosság a munkások állami védelmét sürgeti, azt, hogy a munka közösségre áramló hasznából úgy részesüljenek, hogy szükségleteiket lakás, ruházat, táplálkozás és egészségügyi ellátás tekintetében fedezni tudják. Tehát a pápai megnyilatkozás egészéből kitűnik, hogy az állam gazdasági, jogvédő és gondoskodó szerepének mindenkit szolgálnia kell, de elsősorban mégis a szegényebb sorsúak védelmére kell tekintettel lennie. A takarékosság fontosságáról is ír a pápa, és hát természetesen ez csak akkor lehetséges, hogyha bérek, fizetések elérnek egy színvonalat, amiből félre lehet tenni. Idézném a pápát, 13. Leó az enciklikája 35. pontjában. Ezt írja. A munkás, ha ésszel él, és ha fizetése elegendő arra, hogy magát, feleségét és gyermekeit tisztességgel eltarthassa, takarékoskodni fog, s eléri azt, amire maga a természet inti, hogy a szükséges kiadásokon túl valamilyen megmaradjon, amiből idővel szerény vagyonra tehet szert. A 20. század sok-sok változása és az 1929-33-as ugye nagy válság idején, éppen annak a közepén, 1931-ben jelent meg
11. Pius pápa Quadragesimo Anno enciklikája. Itt nagyon érdekes dolgokat fogalmaz meg a közjóról is, a tulajdonról is, és az elosztásról is. 11. Pius pápa kiemeli a társadalom tagjainak a munkában történő együttműködésének a fontosságát. Ezt írja a Quadragesimo Anno 53. pontjában. Mindenki tudja, hogy soha sehol egyetlen nép sem jutott a nélkülözésből és a szegénységből gazdagabb és boldogabb életre másként, csak is összes polgárának megfeszített együttes munkája révén. Ugyanígy olvassuk, hogy, idézem ismét, amikor valaki nem a saját magántulajdonában végzi a munkát, akkor az egyik ember munkája egy másik vagyontárgyával kell, hogy társuljon. És a szociális elosztás fontosságára a dolgozók felemelésére is nagy hangsúlyt helyez a pápa. Ezért minden erővel és elszánással arra kell törekedni, hogy a megtervelt javak legalábbis ezentúl csak a méltányos arányban halmozódjanak fel a gazdagoknál, és megfelelő bőségben áramoljanak azok felé, akik megtermelik ezeket. Tehát az újraelosztásban egyrészt a hasznosság, másrészt a teljesítmény, és emellett az igazságosság és méltányosság követelményét hangsúlyozza a 61. pontban. És nagyon fontos, hogy a 69. pontban azt is kimondja, ahogy a tulajdonnak, úgy a munkának is, főképpen a más számára végzett bérmunkának világosan bizonyítható a személyes, individuális jellegen túlmutató társadalmi jellege. Vagyis, hogy a munka nem csak pénzkereset, hanem az ember kibontakozásának és az emberi léthez tartozó alaptevékenység. A munkabérről szólva 11. Pius pápa leszögezi, idézem a 71. pontot, röviden és megfelelően összefoglalja, a munkásnak annyi bért kell fizetni, amennyi a maga és családja megfelelő fenntartásához elégséges. Hát ugye ma is, amikor annak vagyunk a tanúi, hogy míg a II. Világháborútól 1973-ig az USA-ban, és a 1980-as évek legelejéig Nyugat-Európában nőtt a bérhányad, azóta ez lényegében tendenciaszerűen folyamatosan csökkenő, mind Amerikában, mind Nyugat-Európában, néhány országot és néhány évet kivéve. De azért ez minden esetre aggasztó. Ennek ugye az az oka, hogy a technikai fejlődés hasznából a technika és a technológia tulajdonosa részesül, tehát ilyen értelemben ez is egy fontos tendencia, amely kezelést igényel. A versenynek ugye a szociális piacgazdaság nagyon nagy jelentőséget tulajdonított és tulajdonít ma is, de nyilvánvalóak azok a gyászos következmények is, amelyekre 11. Pius pápa már 1931-ben rámutatott. Idézem a Quadragesimo Anno 109. pontját. Az erő szabad versenye önmagát falta föl, a szabad piac helyére a gazdasági hatalom lépett, a profithajszát fékevesztett hatalommal követte, és a gazdaság világa egészében félelmetesen keményé, könyörtelenné, erőszakossá lett. Ehhez jönnek még az államhatalom, meg a gazdaság feladatainak és illetékességi körének keveredéséből, tisztátalan egybevegyüléséből eredő hatalmas károk. Idézet vége. Ezt folytatva írja a pápa, hogy a problémák orvoslásának útja megköveteli, hogy, ismét idézem, elsősorban a tulajdon, a dolog és a munka a cselekvés kettős természetével, individuális és közösségi jellegével kell helyesen, tárgyilagosan számot vetni, hogy az individualizmus és a kollektivizmus veszélyei egyaránt elkerüljük. A 110. pontban pedig ezt írja a pápa. A szabad versenyt meghatározott és az őt megillető korlátok közé kell terelni, és még inkább a gazdasági hatalmat kell hatékony eszközökkel arárendelni az állami tekintélynek mindazokon a területeken, amelyek az állam hatáskörébe tartoznak.
a nemzetközi állami intézményeknek pedig kötelessége az egész emberiség közös életét, a közjó szükségleteinek, azaz a társadalmi igazságosság törvényeinek megfelelően alakítani. Az enciklika 110. pontja. Nos, mindebből világosan kitűnik, hogy az állam, a piac egyaránt a gazdaság, társadalom és a természetes rend együttes figyelembevételét és megvalósítását igényli. Kérném szépen, Szent II. János Pál pápa, ugorjunk egyet az időben, mert a többi enciklikák nem gazdasági jellegűek, bár gazdasági vonatkozásokat is tartalmaznak, de a Rerum Novarum 100. évfordulóján a rendszerváltás után 1991-ben adta ki Szent II. János Pál pápa a Centesimus Annus 100. év című enciklikáját. A történelemre visszatekintve azt írja Szent II. János Pál, igaz, 1945 óta hallgatnak a fegyverek az európai kontinensen. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy az igazi béke sohasem a katonai győzelem eredménye, hanem feltételezi a háború okainak felszámolását és a népek valódi megbékélését. Ezzel szemben Európában és a világban hosszú éveken át inkább a nem háború, mint sem a valódi béke állapota állott fenn. Ugyanitt később olvassuk 18. pontban, az őrült fegyverkezési verseny felemészti azokat az erőforrásokat, amelyek a hazai gazdaság fejlesztésére, valamint a hátrányos helyzetben lévő nemzetek megsegítésére szükségesek lennének. A tudományos és technikai fejlődés, amelynek az ember jólétét kellene szolgálnia, a háború eszközévé válik. A tudomány és a technika arra szolgál, hogy egyre tökéletesebb és pusztítóbb fegyvereket gyártsanak, miközben azt követelik az ideológiáktól, amely a valódi filozófia eltorzítása, hogy elméletileg igazolja az új háborút. Második János Pál pápa rámutat arra az alapvető igazságra, a Centesimus Annus 29. pontja, semmiféle valódi fejlődés nem lehetséges, ha nem tisztelik az embernek azt a természet adta jogát, hogy megismerhesse az igazságot, és az igazság szerint éljen. Jól tudjuk, minden ember szívében ott van az igazság, a boldogság iránti vágy, és ezt nem lehet alárendelni a profit törekvéseknek. Ezt én fűzöm hozzá. Érdekes, hogy a vállalatokról is, a vállalkozásokról is ír a pápa, és nagyon fontos dolgot fogalmaz meg a 35. pontban. A vállalkozás célja ugyanis nem kizárólag a haszonszerzés, hanem cél maga a vállalkozás is, mint emberek közössége, mert az emberek különböző módon törekednek alapvető szükségleteik kielégítésére, és az egész társadalom szolgálatára alkottak ilyen sajátos csoportot. A profit tehát szabályozó szerepet tölt be a vállalkozás életében, de nem kizárólagos. A pápa reálisan látja és fontosnak tartja a birtoklás és a létezés helyes szemléletét és a létezés elsődlegességét a többet birtoklással szemben. Így ír a 36. pontban. Az nem baj, hogy az ember jobban akar élni, de az már hiba, hogy a jobb életet olyan éles stílusnak tulajdonítja, amely a birtoklásra, s nem a létezésre irányul. Amikor többet akar birtokolni, nem azért teszi, hogy többé váljon, hanem azért, hogy még több élvezethez jusson, s ezt tölti be az életét. Néhány ponttal később, a 39. pontban pedig ezt olvassuk. A gazdaság valójában csak az egyik összetevője és dimenziója az emberi tevékenység sokféleségének. Ha abszolúttá válik, ha az árutermelés és fogyasztás a társadalmi életben a központi helyre kerül, és minden mástól függetlenedve a társadalom egyedüli értékévé válik, akkor az okokat nem csak, és nem annyira magában a gazdasági rendszerben kell keresni, hanem abban, hogy a szociális, kulturális értékrend, miután nem ismeri el az etika és a vallás jelentőségét, meggyengült, és csupán a javak termelésének és a szolgáltatásoknak tulajdonít jelentőséget. A pápa alapvető megállapítása,
a 49. pontban, ismét idézem, az emberek együttélésének nem célja sem az állam, sem a piac, hanem az ember önmagában olyan páratlan értékkel bír, akit az államnak is és a piacnak is szolgálnia kell. 16. Benedek pápa. A Caritas in Veritate, szeretet az igazságban enciklikájában, nagyon fontos dologra mutat rá, amikor azt írja, hogy minden gazdasági döntés erkölcsi jellegű következményekkel jár. Ezt a tudományok és a mai gazdasági tendenciák is megerősítik. Nagyon fontos gondolatot és megállapítást találunk 16. Benedek pápa enciklikájában, amelyben az élet iránti felelősségteljes nyitottságot társadalmi és gazdasági kincsnek tekinti. Rámutat, hogy a fejlett országokban, idézem a 44. pontot, a születések számának csökkenése, amely a népesség létszámát a demográfiailag kritikus érték alá engedi süllyedni, válságba taszítja a szociális ellátórendszert is, elvezet a költségek növekedéséhez, korlátozza a megtakarításból származó tartalékok képzését, és ennek következtében a beruházásokhoz szükséges forrásokat is. Korlátozza a rendelkezésre álló képzett munkaerőt, és csökkenti annak a szürke állománynak a tartalékát, amelynek a nemzet szükségleteit kellene kielégíteni. Ferenc pápa híres Laudato Si, áldott légy enciklikája, alcíme szerint is, közös otthonunk gondozásáról szól. Assisi Szent Ferencről írva, az enciklika 10. pontjában kiemeli, hogy mennyire elválaszthatatlan egymástól a természetért való aggódás, a szegényekkel való igazságos bánásmód, a társadalmi elkötelezettség és a belső béke. Az ökológiai rendszerekről való gondoskodás igen fontos feladat. Erről így ír a pápa a 36. pontban. Az ökoszisztémának gondozása olyan látásmódot feltételez, amely nem csak a közvetlenül láthatót veszi figyelembe, mert ahol csak a gyors és könnyű gazdasági nyereségre törekszenek, ott senkit nem érdekel igazán az ökoszisztémák megóvása. De az önző hanyagság által okozott károk ára lényegesen magasabb, mint az elérhető gazdasági haszon. Ha bizonyos fajok kipusztulnak, vagy súlyosan sérülnek, akkor minden számítást meghaladó értékek vesznek el. A problémákhoz társulnak, idézem az enciklika 47. pontját, a média és a digitális világ dinamikái, amelyek, ha mindent behálóznak, nem segítik elő az ember azon képességének fejlődését, hogy megfontoltan éljen, mélyen gondolkodjon és önzetlenül szeressen. A múlt nagy bölcseit ebben az összefüggésben az a veszély fenyegetné, hogy bölcsességük elhalna az információ áradat szétszórtát erőzajában. Erőfeszítést igényel tőlünk, hogy ezek az eszközök az emberiség új kulturális fejlődését és ne legbelsőbb gazdaságának hanyatlását eredményezzék. Az igazi bölcsességet, amely gondolkodásból, párbeszédből és egymással való nagylelkű találkozásokból származik, nem lehet elérni adatok puszta felhalmozásával, ami csömört és zavart okozva egyfajta szellemi környezetszennyezésben végződik. S végül a fogyasztói társadalom eltorzulásairól ezt írja Ferenc pápa. Amikor az emberek önmagukat teszik meg életük fő vonatkozási pontjává, és tudatukban elkülönülnek egymástól, megnő a mohóságuk. Minél üresebb valakinek a szíve, annál nagyobb szükség van arra, hogy tárgyakat vásároljon, birtokoljon és fogyasszon. Ebben az összefüggésben nem tűnik lehetségesnek, hogy valaki elfogadja, hogy a valóság határt szab neki. Ilyen horizontban igazi közjó sem létezik. Ha ez az embertípus kerül túlsúlyba egy társadalomban, a szabályokat csak annyiban fogják tiszteletben tartani, amennyiben nem ellentétesek,
saját igényeikkel. Az enciklika 204. pontja. Hosszú távon az etikus emberek, etikus társadalmak sikeresebbek és jobban fejlődnek, gyakran még a gazdaság mércéjével is. Idézem a 229. pontot, így ír a pápa, ismét át kell éreznünk, hogy szükségünk van egymásra, felelősséggel tartozunk másokért és a világért, továbbá megéri jónak és tisztességesnek lenni. Erkölcsi szellemi értelemben mindenképpen, és a gazdaság, társadalom és erkölcsiség összekapcsolásával is.